Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogy telt az idei évetek? Hát a 2010-es év az úgy telt, hogy az első versenyen mindjárt nem is indultunk. Tomi külföldön volt. Aztán utána különböző műszaki problémák miatt két versenyt is feladtunk, úgyhogy ez az év ez inkább megint csak a gyakorlás éve volt. Autó már tökéletes, azt gondolom, de hát Berecki Norvit nem lehet megfogni. Jövőre úgy néz ki, hogy ez az autó lesz. Rally 2-be. Terveztek valami autóváltás? Tehát a terveitek között szerepel autóváltás? Nem, ugyan a Honda marad. Ez biztos? Ez 100%? Igen, 100%. És Rally 2? Rally 2, támadjuk újra. Ki lesz a legnagyobb ellenfél? Ki lenne a Berecki Norbi. Persze, azért még sokan vannak ott, akikkel számolni kell, a Dezsőtől kezdve. Új gyerekek is biztos lesznek. Meg a Balázs az óra. A Balázs is, igen. Neki azért jó lesz az autója. Meglátjuk. Azért dobogós helyre be kéne érni. Aha, és minden versenyen fogtok indulni 2011-ben? Reméljük, hogy minden versenyen el tudunk indulni. Bár nekem most munkahelyváltásom volt, az lehet, hogy egy kicsit akadályozni fog benne. Elég komoly lett, illetve hát majd a pénz, ahogy engedi. De tervezünk, hogy minden versenyen elmegyünk, igen. Itt vagyunk ezen a havas területen. Most ti egy utcai autóval érkeztetek, viszont a Norbi, a Berecki Norbi visz benneteket. Hogy tetszik az autózás belülről? Hát más dimenzió. Mondhatom, ez a srác, ez bolond. Viszont vezetni ezt nagyon tud. Óriási élmény. Viszont rohadt hideg van, de a kárpótól mindenira. Első kerekessel lapon úszkálás. Tehát hihetetlen jó. Köszönöm szépen a riportot. Én köszönöm.